Teenager. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó egy újabb Harry Potteres videó lesz, de egy nagyon gyors és rövid kis Harry Potteres videó. Azért lesz nagyon rövid, mert a 7 plusz 1 kötetet fogom bemutatni 10 szóba. Tehát majd így mutatom a könyveket, és elmondom, hogy nagyjából mi a tartalmuk 10 szóban. Két dolog, mielőtt elkezdem. Egy, hogyha valaki nem olvasta volna a könyveket, vagy nem látta volna a filmeket, akkor ez egyértelműen spoileres lehet, bár nem annyira, de azért igen. A második, hogy a jellemzéseket, azokat a nővéremmel közösen találtuk ki, és csak hogy az ő érdeme is. És igen, ennyi. Ja igen, még egy harmadik dolog, azt el akartam mondani, hogy ha van kedvetek, ezt így csinálhatjuk ilyen kis játékszerűen, és kommentben ti is megírhatjátok, hogy szerintetek hogyan lehet 10 szóban, maximum 10 szóban jellemezni az egyes Harry Potter részeket. Nem, tehát, hogy ha valakinek van valami jó ötlete, akkor azt nyugodtan írja meg kommentben, hogy megnézzük, kinek milyen jellemzései vannak a sorozatról. És igazából az a lényeg, hogy nem kell pont 10 szónak lennie, de maximum 10 szó lehet. Tehát, hogyha valaki 3 szóban jellemezni tudja valamelyik könyvet, akkor az 3 szóban is jellemezhető. Még egy zárójeles megjegyzés az elejére, hogy ez a videó, ez egy poén videó. Szóval, hogy ez nem kell véresen komolyan gondolni, ezt ilyen viccesebbnek szántam. Jó! Az első, Harry Potter és egy bölcsekköve. Tinédzser rájön, hogy az élete hazugság és sok bajba keveredik. Második rész, Harry Potter és a titkok kamrája. Bukott gonosz vezér titkos házi állat a mészárlásba kezd, még több baj. Harmadik rész, Harry Potter és az Azkabani fogoly. Harry végre tanul valami hasznosat, apa figurákra lár, és majdnem meghal. Negyedik rész, Harry Potter és a tűz serlege, ugye? Jó, azt hittem rossz címet mondok. Szóval, Harry Potter és a tűz serlege. Most már valakinek tényleg meg kellett halnia ennyi veszély után. Ötödik rész, Harry Potter és a Főnix rendje. Ezt a könyvet nem lehet 10 szóban elmondani, olyan hosszú. Hatodik rész, Harry Potter és a félvér herceg. Harry és a hormonháztartása újabb galibákba keverednek, még több halál. Hetedik rész, Harry Potter és a halál erekjéi. Ennyi halál még sose volt, de a végén minden jó. Mivel nagyon sokan szokták úgy venni, hogy ez a 8. Harry Potter rész, amitől mindig tikkelni tud a szemem, de mindegy, belevesszük. A 8. De ez nem 8. Harry Potter rész, mindegy. Na, szóval ez a csoda itt. A nem 8. Harry Potter könyv. Harry Potter és az elátkozott gyermek. Csak ezt a borzalmat, na erre nincsenek szavak. Vigyétek innen. Hát mi így foglaltuk össze a 7 plusz 1 Harry Potter kötetet. De kommentbe ti is írjátok meg, hogy ti hogyan foglalnátok össze. Maximum 10 szóban a részeket. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!